Választások. Rangsorolta a megyei tanácsos jelölteket a júniusi helyhatósági választásokra az RMDS Maros megyei szervezete. Energia. 2025 tavaszáig érvényben maradnak az energiaárak maximális szintjét megszabó intézkedések, közölte Márcsöl Csoláku miniszterelnök a kormányülés elején. Határforgalom. Hosszú kamionsorok alakultak ki a Pete-Csenger-Sima határátkelőnél. Voltak olyan napok, amikor már szatmárnémeti határában is várakoztak, hogy elérjék a 12 kilométerre lévő országhatárt. Kezdődik a híradó, köszöntöm Önöket! Megerősítette Péter Ferenc újrázni készülő megyei tanácselnök támogatását a Maros megyei területi képviselők tanácsa, a megyei tanácsos jelölteket is rangsorolta. Rangsorolta a megyei tanácsos jelölteket a júniusi helyhatósági választásokra az RMDS Maros megyei szervezete. A testület megerősítette, hogy Péter Ferenc megválasztását támogatják a Maros megyei tanács élére. Utóbbi elmondta, a megyének stabilitásra van most szüksége, nem harcra, káoszra pedig végképp nem. A Marosvásárhelyi Rádiónak adott interjúban Péter Ferenc szerint a választások nem csak 4 évről szólnak. Ha sikerül, hogy a közösséget összefogjuk és sikerül megnyerni a június 9-i választásokat, akkor megvan minden lehetőség, hogy folytassuk a munkát, megvan minden lehetőség, hogy azt az egyensúlyt, azt a stabilitást, amit sikerült, hogy megvalósítsunk az elmúlt években, azt továbbra is ugyanúgy vigyük tovább, és olyan sok terv van, ami hosszú távú, nekünk is hosszú távú terveink vannak, amihez garancia az, hogy tapasztalattal rendelkező személy vezesse az intézményt. A helyhatósági választásokra az RMDS Maros megyei szervezet listáján az alapszabályzat értelmében az első helyen Csibi Attila Zoltán, a megyei szervezet elnöke szerepel, őt Péter Ferenc követi. Az RMDS további potenciálisan bejutó helyen található jelöltjei sorrendben Portik Vilmos, Szabó Árpád, Kedei Pál előtt, Szász Izolda, Tamási Zsolt, Kupás János, Nagy András, Kovács Robert Zsolt, Bíró Csaba Szilveszter, Barta Mihály, Szabó Albert, Balog József, I. és Lónád, a listát pedig Ötvös Koppány Bulcsú zárja. Érvényben marad jövő év tavaszáig az energiaárak korlátozása, közölte a mai kormányülésen Márcsöl Csoláku. A kabinet ugyanakkor a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás ára befagyasztásának a meghosszabbításáról is döntött. Megígértük, tartjuk a szavunkat. 2025 tavaszáig érvényben marad az energiaárak maximális szintjét megszabó intézkedés, mondta Márcsöl Csoláku miniszterelnök a kormányülés elején, aki azt is közölte, hogy változtatnak az eddig érvényben lévő módszertanon, de úgy, hogy az a lakosságnak kedvez majd. Természetes dolog, hogy figyelembe kell vennünk az energia, illetve a gázárak csökkenését szerte Európában. A lakosság és a gazdaság továbbra is védve marad, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabadpiacra való visszatérés fokozatosan fog zajlani egészen 2026-ig tisztességes árakkal a romániaiak számára. Az energiaárakra vonatkozó intézkedéseknek köszönhetően Romániában uniós szinten a 4. legolcsóbb a földgáz és 5. legolcsóbb a villamos energia, az energiaügyi miniszter közlése szerint. A miniszterelnök ugyanakkor azt is elmondta, hogy a kormány meghosszabbítja június 30-áig a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás árának befagyasztását is. Az intézkedéssel elejét akarjuk venni a biztosítási árak túlzott növekedésének, fogalmazott. Legfeljebb az összeg kétszeresét fizettetheti vissza a hitelező az ügyfelével a 25 ezer leig terjedő fogyasztási kölcsönök esetében. A vonatkozó törvénytervezetet döntő fórumként fogadta el a képviselőház plénuma. Szakértők szerint a pofátlanul magas kamatokat felszámító nem banki pénzintézetek tevékenységének szabályozására szükség volt, de emellett a pénzügyi ismeretek növelése is fontos lenne Romániában. A 25 ezer leig terjedő fogyasztási kölcsönök esetében legfeljebb az összeg kétszeresét kérheti vissza ügyfelétől a hitelező. A vonatkozó jogszabálytervezetet már 2 évvel ezelőtt elfogadta a szenátus, a héten pedig a képviselőház is rábólintott. A most elfogadott jogszabály értelmében a legtöbb 5000 lejes fogyasztási kölcsön esetén a napi kamat nem lehet nagyobb 1%-nál, a visszafizetendő teljes összeg pedig nem haladhatja meg a felvett pénz kétszeresét. 5001 és 10000 lej közötti hitel esetén a napi költség nem haladhatja meg a 0,8%-ot, és szintén a kölcsön legtöbb kétszeresét kérhetik vissza.
Ez az előírás vonatkozik a 10.001 és 25.000 lei közötti összegekre is, ezek esetében 0,6%-ban maximálják a napi kamatot. A kezdeményezők szerint a szabályozásra azért volt szükség, mert egyes nem banki kölcsönintézetek 6-szor annyit követeltek vissza, mint a kölcsönként felvett összeg. Üdvözölendő a szabályozás, de nem elegendő, véli a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsi tagja Bálint Csaba. Ennél fontosabb lenne a pénzügyi ismeretek növelése a lakosság körében, mondta. Pénzügyi fogalmakat jó volna, vagy hasznos volna elsajátítani. Olyan egyszerű, apró dolgoktól, hogy egy maga a hitelrészlet hogyan kerül kiszámításra, kiszámolásra, hogyan gazdálkodjunk a megtakarításainkkal. Tehát én sokkal inkább itt látom, hogy ezen a területen, hogyha javulást érünk el, akkor az nagyon sok félreértés, nagyon sok problémát meg tudna előzni. A képviselőház által döntő fórumként elfogadott jogszabály azt is rögzíti, hogy a fogyasztóvédelmisek hivatalos módon képviselhetik a hiteleseket a hitelezőkkel szemben, illetve a peren kívüli vitarendezést biztosító szervekkel folytatott tárgyalásokon is. Hosszú kamionsorok alakultak ki az elmúlt napokban a Pete-Csenger-Sima határátkelőnél. A Szatmári átkelőt előzönlötték a jórészt ukrán teherautók, a helyzetet pedig az is nehezítette, hogy a péntektől életbe lépő magyarországi kamionstopp előtt igyekeztek mihamarabb áthaladni Magyarországon. Néhány hete arról számoltunk be, hogy az ukrán határon alakult ki káosz Szatmár megyében, az elmúlt napokban pedig már a magyar határnál is elkezdtek soha nem látott sorokban kígyózni a kamionok. Voltak olyan napok, amikor már Szatmár németi határában is várakoztak, hogy elérjék a 12 kilométerre lévő határátkelőt, ilyenkor legalább 8 órát kellett vesztegelniük. Ez most az ország legzsúfoltabb átkelője. Vannak olyan időszakok, amikor legalább 4-szer annyit kell várni itt, mint a többi átkelőn. A kamionok legnagyobb része ukrán, de az a tapasztalat, hogy Románia moldvai térségéből és a Moldáviából érkező kamionok számára is. Ez a legrövidebb útvonal ahhoz, hogy felhajthassanak az európai autópálya hálózatokra. Bár a rendőrök figyelmeztetik őket, hogy a többi határmenti megyében sokkal hamarabb átjuthatnak, a sofőrök mindössze 10%-a az, aki tovább megy és más átkelőt választ, inkább bevállalják a sok órás vesztegelést, ami viszont megnehezíti az átkelő szomszédságában lévő falvak életét. A prefektúra javaslatára a rendőrség igyekezett, ahol lehetett, a kamionokat a falvakat összekötő mellékutakra terelni, hogy ne a települések főutcáján várakozzanak. Többször is kint voltam, és próbáltuk úgy megoldani a kamionoknak a sorban elhelyezését, hogy az emberek normálisan tudjanak élni. Azaz azok a problémák, amik felmerültek, hogy az emberek nem tudtak bemenni a saját házukba, azok ne létezzenek, és próbáljuk a belterületen kívül tartani a kamionokat. A lengyel-ukrán határ blokkádja miatt az elmúlt időszakban Románián keresztül áramlik a teherforgalom Ukrajna és Nyugat-Európa között, ami minden eddiginél jobban megnövelte a várakozási időt az ukrán és a magyar határátkelőkön. Mára valamelyest normalizálódott a helyzet, mivel csütörtökről péntekre virradóan kamionstopp lép életbe Magyarországon egészen keddig, és már nem indulnak útnak, de a határrendészek szerint húsvét után minden bizonnyal visszatér a sok órás várakozás. Döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely alapján elzárnák a tekintetek elől az autóbontókat és roncstelepeket, mert ezek rontják a környék látványát. Nem túl esztétikusak az autóbontók és roncstelepek, ezért döntőházként elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely alapján kötelező módon átláthatatlan kerítéssel kell majd ezeket körbekeríteni. Jelenleg ez a látvány fogad egy autóbontónál. Roncsok hátán, amelyek az utcában közlekedőknek is feltűnnek. Az autóipar 10.000 számra ontja az új járműveket, a használaton kívül helyezett roncsok elhelyezése pedig egyre komolyabb környezeti gondokat okoz. Az autóbontók számára persze nem túl kényelmes az új rendelkezés, így noha informálisan támogatják az elkerítést, egyiküknek sem akaródzott elmondani erről a véleményét a kamerák előtt. Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely értelmében elrejtenik a kíváncsi szemek elől az autóbontókat, illetve roncstelepeket, arra hivatkozó, hogy rontják a környezet látványát. A jogszabály szerint az autóbontók tevékenységét jól látható táblákkal is kell majd jelezni. Azok a bontók és roncstelepek, amelyek nem tesznek eleget a törvény előírásainak, bírságra számíthatnak. Magánszemélyek esetében 1000-2000 lei közötti, jogi személyek esetén 20-40 ezer lei közötti büntetés szabható ki. A törvény már csak az államfői kihirdetésre és a hivatalos közlönyben való megjelenésre vár.
Habár hivatalosan szabad napot kell biztosítani a magyar húsvéton azoknak, akik ezt ünneplik, egyes iskolákban bepótoltatják a diákokkal és tanáraikkal az erre járó szabadnapokat. Felháborodást váltott ki a szülők körében, hogy a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu gimnáziumban bepótoltatják a magyar diákokkal és tanárokkal a nagypénteki és húsvét hétfői szabadnapokat. A nagypénteki szabadnapot március 22-én és április 5-én kellett, illetve kell pótolniuk, 40 perces órákkal és 5 perces szünetekkel, a fennmaradt időben pedig 3 órát pótolnak be. Hasonló a helyzet a húsvét hétfői szabadnappal, amelyet március 25-én és április 8-án pótolnak be. Mivel az ortodox húsvétkor egyébként is mindenkinek szabadnapja lesz, a magyar diákok több szabadnapot kapnak, mint a román társaik. Antal Levente Maros megye főtanfelügyelő helyettese megkeresésünkre elmondta, az iskola vezetősége eldöntheti, hogy milyen formában pótolja az elmaradást, ugyanakkor a diákok ünnepléshez való jogát nem kérdőjelezheti meg senki. Ezt a jogot senki nem kérdőjelezheti meg. Ez a jog rögzítve van, a munkatörvénykönyvben is, a tanügyi alkalmazottak kollektív munkaszerződésében is. Ugyanabban a jogszabályban leszögezik viszont azt is, hogy amennyiben kétszer lenne munkaszüneti napja az alkalmazottnak, egy adott ünnep kapcsán az egyiket értelemszerűen a nem hite szerintit pótolnia kell. Egy a munkáltató által meghatározott program alapján. Azt is elmondta, beszélt más megyék tanfelügyelőivel, és máshol is előfordul, hogy pótlásra kötelezik a magyar diákokat. Forrásaink szerint a magyar tagozaton tanító tanárok értetlenül fogadták a hírt, mivel a korábbi években ilyen nem történt. Az előre bepótolt órák egyébként nem okoztak túl sok fennakadást, viszont volt olyan eset, amikor egy tanárra hiába vártak a diákok, mert ugyanabban az időpontban egy másik osztályban is órája volt. A szülők közül senki nem vállalta, hogy nyilatkozik, de a közösségi médiában hangot adtak a nem tetszésüknek. Az ügy kapcsán Molnár Zoltán, a Maros megyei egyetem előtti oktatás szakszervezetének elnöke szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében kifejtette, jogtalanul járt el az iskola román igazgatója, mert a kollektív munkaszerződés értelmében a most ünneplők az ortodox és görög-katolikus hívők húsvéti időszakára adott munkaszüneti napokat kellene bepótolják. Mivel ezek az alkalmak vakációra esnek, a diákok nem lehet pótolni. Az iskola vezetősége törvénytelen eszközökkel teremt kényelmetlen helyzetet egyes közösségek számára, áll a dokumentumban. Átszervezik Romániában a szociális szolgáltatásokat. A minőségi és biztonságos szolgáltatások biztosításáról szóló törvénytervezetet kedden fogadta el a képviselőház plénuma. Elfogadta a képviselőház a szociális szolgáltatások átszervezéséről szóló törvénytervezetet. Ez újra gondolja a szociális szolgáltatások minőségét, szigorítja az engedélyeztetéshez szükséges kritériumokat, és megfelelő finanszírozást biztosít a magánszolgáltatóknak. Csép Éva Andrea parlamenti képviselő híradónk érdeklődésére kifejtette, az RMDS számára rendkívül fontos, hogy minőségi szolgáltatást kapjanak azok, akik nehéz helyzetben vannak. A törvénytervezet értelmében ezután a pénz fogja követni az ellátottat, ami azt jelenti, hogy amennyiben különböző típusú szolgáltatást igényel az ellátott, amelyet különböző szervezetek tudnak csak megadni, akkor a pénz függvényében több szolgáltatótól is igénybe tudja venni ezeket. Kizártuk azt a lehetőséget, hogy valaha is még egyszer megismétlődjön mindaz, ami történt a nyáron az idős otthonokban. Feltétlenül szükséges az, hogy a szolgáltatások minősége javuljon, és ne csak a mennyisége. Az államnak kötelessége ellátni a rászorulókat. Hozzátette, az otthoni idős gondozás a fogyatékkal élő gyerekek és felnőttek számára fenntartott nappali foglalkoztató központok és rehabilitációs tevékenységek, a bentlakó otthonok mind magánszolgáltatások terén teszik lehetővé a szociális szolgáltatások elérését, ezért feltétlenül szükség volt szigorúbbá tenni az engedélyeztetésre vonatkozó előírásokat is. Ezen túl egyetlen központ sem fog működni helyszíni ellenőrzés nélkül. A törvénytervezet egy olyan országos regiszter létrehozását írja elő, amely tartalmazni fogja a szociális ellátásban részesülők adatait, lehetőséget biztosít a kedvezményezettek által igénybe vett szolgáltatások előzményeinek nyomon követésére, valamint értékelni lehet a szociális szolgáltatás minőségét is. A törvénytervezet a hivatalos közlönyben való megjelenését követően lép hatályba. A Földön minden 8. ember túlsúlyos, Romániában pedig minden 3. ember szenved elhízásban. 2022-re a rosszul tápláltság leggyakoribb formája a túlsúly lett, ez pedig sok más betegség alapja, illetve kiinduló pontja.
A világon minden 8. ember túlsúlyos, azaz 1 milliárd ember küzd fölösleges kilókkal. Romániában az átlagosnál pedig sokkal súlyosabb a helyzet, hisz ez a népesség 36%-át érinti, azaz minden 3. ember elhízott. Azt számít túlsúlyosnak, akinek a magasságából és a testsúlyból kiszámítható testtömegindexe meghaladja a 30-at. 1990 óta a gyerekek és a kamaszok körében 4-szeresére nőtt az elhízottak aránya. 2022-re a rosszul tápláltság leggyakoribb formája az elhízás lett. Dr. Subaréka, belgyógyász rezidens és életmód specialista szerint az emberek életstílusa befolyásolja azt, hogy ennyire sok a túlsúlyos. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy egy életmódváltásban gondolkodjon az illető személy, hiszen ugye az elhízott állapot azért rengeteg betegségnek lehet az alapja, meg ugye kiinduló pontja, és emiatt a személynek a saját egészsége érdekében is fontos a változtatás, nem csak ugye esztétikailag. Fontos az egészséges táplálkozás, ami amellett, hogy a testsúlyt kiegyensúlyozza, energiát is ad az embereknek, de a személyre szabott mozgás és a jó alvási szokások kialakítása sem elhanyagolható, valamint a stressztűrő képesség növelése is egy nagyon fontos tényező, hiszen a stressz megállítja a fogyást, fogalmazott. De mindezek fontosak a túlsúly megelőzésének érdekében is. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem mintegy 80 egyetemi hallgatóját támogatják a továbbtanulásban, mentorprogram, anyagi hozzájárulás, digitális eszközök biztosítása, illetve utazási vagy lakhatási támogatás révén. A programban első éves román és magyar szakon tanuló diákok vesznek részt. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem 79 első éves diákját támogatja a továbbtanulásban a World Vision Romania civil szervezet. Az alapítvány eddig is támogatott iskolás diákokat, ezúttal viszont a nehéz körülmények között élő, bizonytalan anyagi háttérrel rendelkező egyetemi hallgatókat karolja fel. Ijés Magda, a BBTE karrier tanácsadó pályaorientációs és alumni központjának koordinátora elmondta, az a tapasztalatuk, hogy nagyon sok diák azért nem fejezi be az egyetemet, mivel ezt nem engedi meg a család pénzügyi helyzete, így munkába kell álljon. Lehetőséget adjunk arra, hogy egyrészt egy ösztöndíjban részesüljenek, ami anyagilag támogatja őket, akinek szüksége van rá, annak digitális eszközt is biztosítunk, laptopot, amin dolgozni tud. Emellett megpróbáljuk ezt a motivációs hátteret is megadni, ami segítheti őket, hogy a tanulmányaikban előre haladjanak. Rendszeres workshopokon vesznek részt egy pszichológus és vagy tanácsadó segítségével, járnak körbe olyan témákat, mint a hatékony időbeosztás, menedzsment, stresszkezelés. Hozzátette, minden hallgatónak van egy mentora, aki végzett már a BBT-en, vagy ott tanít, így személyes kapcsolatok révén is fejlődhetnek. A diákok vidékről vagy kisebb városokból származnak, vegyesen román és magyar anyanyelvűek. Faültetéssel ünnepelték az Erdők és a Víz Világnapját Gyergyóalfaluban. Az eseményen a helyi tisztségviselők a kisdiákok jelenlétében ültettek fákat. Ezzel hivatalosan is útjára indult a helyi iskolások környezetvédelmi projektje. Faültetéssel ünnepelték az Erdők és a Víz Világnapját Gyergyóalfaluban. A csemetéket a magyarországi testvértelepülés Hajdúböszörmény önkormányzata adományozta a községnek. A kőris és akácfákat az István Paptéri Parkban a március 21-i Erdők, valamint a március 22-i Víz Világnapja alkalmából ültették. Ezzel igyekeztek a korábbi viharkárokban megsérült fákat pótolni. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy fontos, hogy minél szélesebb körben a lakosság implikálódjon ebbe tehát az ilyen jellegű programokba, és főleg az iskolások részéről, hiszen ők jelentik a következő nemzedéket. Barti Tihamér, Gyergyó területi RMDSZ elnök a gyerekekhez szólva születésnapnak nevezte az eseményt, amikor az Erdők Világnapját faültetéssel ünnepelhették. Az az én kérésem, hogy majd, mikor ti is olyanok lesztek, mint mi, felnőttebbek, figyeljetek oda ezekre az akácfákra, és remélem akkor lesznek már padok alatta, és pihenjetek meg ott, és emlékezzetek arra, hogy annak idején, a születésnapján ennek az akácfának én ott voltam. Ezzel az eseménnyel hivatalosan is kezdetét vette a helyi önkormányzat és az iskola közös környezetvédelmi programja. A program során egy-egy osztálycsoport figyelme a település kültereire irányul, azt egy éven keresztül gondozzák, rendben tartják, végül pedig jutalmazzák a munkájukat.
Fürdőélet Sóvidéken címmel nyílt kiállítás a Bukaresti Liszt Intézet Kárpát-medencei Fürdővilág című sorozata részeként. A kiállítás a felvilágosodás korától átfogó képeket nyújt a fürdőélet formálódásáról egészen 1989-ig. Fürdőélet Sóvidéken címmel indult kiállítás a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Bukarest székhelyén. A kiállítás betekintést enged a térség fürdőéletének a formálódásába a felvilágosodás korától 1989-ig. Miklós Alpár a kiállítás kurátora szerint minden fürdőtörténet kedvelő találhat érdekes dolgokat. Noha ez címében egy helytörténeti anyagnak tűnik, minden korszak felvezetőjében van egy kis általán rész, amely egy sokkal általánosabb erdélyi utazás és turizmus történetet körvonalaz. Úgyhogy, hogyha valaki általánosabban érdeklődik a fürdőtörténet iránt, az is találhat érdekes tartalmakat ebben a kiállításban. Hozzátette, hogy egy vándorkiállításról beszélhetünk, amelynek az első állomása Bukarest, de remélik, hogy más városokba, sőt, Sóvidékre is sikerül eljuttatni a kiállítást. A kiállítás lehetőséget nyújt, hogy kronológikus sorrendben nyomon kövessük a sóvidéki társadalom polgárosodását. A kiállítás Bukarestben egészen április 16-áig látogatható. A dél-bihari szórványban élő gyerekeknek tartottak húsvéti kézműves foglalkozást a Vasárnap Iskola Alapítvány önkéntesei. A Városfenesi Tájházban szervezett eseményen pulitéros tojásfestési technikával is megismerkedhettek a jelenlévők. A Párciumban egyedül a fekete körös völgyében fekvő körös tárkányban festik húsvétkor az úgynevezett pulitéros tojást. Hogy az egyedi tojásfestési technika fennmaradjon, a Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntes pedagógusai több éve szervezik meg a húsvéti foglalkozásukat, amelyre a térség 8 magyarok lakta településéről gyűlnek össze a szülők és gyerekek. Az a baj sajnos a mai világban, hogy mindig csillogóbb az, ami távoli, és a miénket nem értékeljük. És ezek a gyerekek is így vannak ezzel sajnos, hogy ami külföldről jön, az érdekesebb. És itt olyan értékek vannak, amiket nekik is értékelni kell, és ezt akarjuk megmutatni, hogy bizony vannak olyan emberek, akik azért jönnek ide, hogy ezeket az értékeket lássák és megtapasztalják, és akkor igenis nekik is ismerni kell ezeket az értékeket. A pulitéros tojásfestés igazi különlegességnek számít, hozzá hasonlót sem elkészítési technikában, sem motivumokban, sem színkompozícióban nem lehet találni a Kárpát-medencében. Főleg a vérpiros, sárga, hibolya és a zöld színeket használják, a motivumok pedig 4 kategóriába sorolhatók, virágos, tulipános hibolyás, tölgyfalevél és a szivárványos. Hát nem olyan könnyű, mert hát nekünk is sokáig kellett, még megtanultuk anyukámtól, mert anyukám festette, és akkor sokáig próbáltuk. Még rájöttünk, hogy hogy kell pontosan festeni. A szájhagyomány szerint a pulitéros tojásfestés szokása körös tárkányban az 1800-as évek elejéig vezethető vissza. Az elnevezés feltehetően a politúr bútorfényezési technikára utal, amelyet a feldolgozott fa felületek megvédésére, a fa színének és rajzolatának a kiemelésére használtak. A fekete körös völgyében jelenleg már csak 3 őrzik a pulitéros tojásfestés hagyományát. Folytatódnak a Jégkorong Erste Liga elődöntői, sporttal folytatjuk. Kettő-kettőre állnak a Jégkorong Erste Liga elődöntői mindkét 4 győzelemig tartó sorozatban. A Gyergyói Hoki Klub az első Gyergyószent Miklósi mérkőzésen nem tudott gólt lőni, a második mérkőzésen azonban nyert a Brassói Korona ellen. A Csíkszeredai Sportklub 2 teljesen ellentétes mérkőzést játszott a Ferencváros otthonában.
Minden lehetőségre nyitottak a Jégkorong Erste Liga elődöntői. A Gyergyói Hoki Klub nem tudott betalálni az első Gyergyószentmiklósi mérkőzésen a brassai Korona ellen. Hiába volt több helyzete, gólt csak a Korona lőtt és 2-0-ra nyert. Ma igazán helyén volt a védekezésünk, jól blokkoltunk, jól takarítottunk a kapus előtt, megtaláltuk a korongokat második szándékból, úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a kulcsa nyilván a győzelmünknek. Remek kapus teljesítmény, illetve a hátrányos védekezésünk szerencsére megint a helyén volt, és egy fontos volt, ugye ismét sikerült emberelőnyből lőnünk. A második gyergyói mérkőzésen már a hazaiak akarata érvényesült, akik 4-1-re hozták a találkozót, ezzel pedig egyenlítettek a párharcban. Szilasi Zoltán vezetőedző elmondta, büszke a játékosokra, ahogy 24 óra alatt változtattak a játékukon. Sejtéseinkben igazolódott, tehát tegnap lőttünk 33 blokkot. 48 lövés, azt említettem is, nyomtam el a kaput, majd sokkal jobbak voltunk. Illetve variáltunk egy kicsit a támadásunkon, ami abszolút bejött. A csíkszeredai sportklub a Ferencvárost fogadta két találkozó erejéig. Az első meccsen parádés játékkal 4-0-ra nyert, másnap azonban sokat hibázott, nem tudta megismételni az egy nappal korábbi teljesítményét. A meccs a Ferencváros 4-1-es sikerével zárult. Václav Novák vezetőedző szerint lett volna esélyük nyerni, de nem használták ki a helyzeteket. Sajnálom nem lőni gól, sok sáncon volt. Most kell koncentrálni, humorább pinteken játszani másik meccs. Megyünk tovább, dolgozok, ez playoff, nincs más, muszáj csapat regenerálni, tovább koncentrálni. Az Erste Liga elődöntő sorozataiban a párharc pénteken folytatódik, és az is biztos, hogy húsvét vasárnap ismét találkoznak a csapatok. Ezt követően dől el, hogy szükség lesz-e egy hetedik keddi mérkőzésre is. Eddig tartott a híradó, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép húsvéti készülődést kívánok a viszontlátásra. Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.